Változékony, szeszélyes időjárásra kell készülnünk a hétvégére, kellemes hőmérséklettel. Szombaton közepesen erősen felhős égre tekinthetünk fel, többfelé számítani kell esőre, záporokra, helyenként pedig zivatarokra is. A holnapi nap folyamán egy hidegfront vonul át felettünk, de ez jelentős lehűlés továbbra sem hoz. Csak elszórtan, főként az ország középső tájain, tehát Fejér megyében is okozhat záporokat és esetleg még zivatart is. Vasárnaptól viszont már fokozatosan csökken a csapadékhajlam, illetve ezzel együtt a felhőzet is, ahogyan a frontálzóna elhagyja kelet felé a Kárpát-medencét. Egészen keddig megnyugszik felettünk a légkör, és több napsütésre is lehet számítani. Nagyjából 16-20 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk majd a térségben. Az időjárás kültéri és beltéri programokra is lehetőséget ad a hétvégén. Szombaton tematikus japán napot szerveznek a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban. A 14 órakor kezdődő programon lesz kobudo bemutató, előadása kimono öltözködésről és japán teakóstoló. A szombati program sorozat kapcsolódik ahhoz a gyermek kimono kiállításhoz, amely október 10-én nyílt és 24-ig látogatható a Károlyi Kastély felújított istállójában. A részvételhez előzetes regisztráció ajánlott a Károlyi Kastély honlapján található elérhetőségek valamelyik. Szombaton ismét közönség korcsolyára várják a sportolni vágyókat az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokba, 17 és 20 óra között van lehetőség jégre lépni. Október 23-án hétfőn is ugyanebben az időpontban lehet korcsolyázni majd. Október 22-én vasárnap rendezik az őszi Velencei tó kerülő kerékpáros túrát. A résztvevőket Velencén az Enyedi utca végén található kerékpáros pihenőbe várják. Egy tókör 28 km megtételét jelenti. Rajtolni 9 és 11 óra között lehet, a zárás pedig 18 órakor lesz. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a túra nem minősül versenynek, és minden időjárási körülmények között megtartják. Bukós isak használata ajánlott.